Tisztelt hallgatóság, dr. Kutvölgyi Ida vagyok, fogorvos, és a mai előadásomban arról szeretnék beszélni, hogy mi mindenre kell odafigyelni, hogy sikeres fotodinamikus terápiát tudjunk végezni. Nekem kezdetben voltak sikertelen vagy kevésbé sikeres kezeléseim, és ezért utána néztem, hogy mi minden lehet az oka annak, hogy ezek a kezelések sikertelenek lettek, és most ezeket az információkat szeretném átadni. A fény egy anyag határához érve vagy visszaverődik, vagy behatol az anyagba. Az anyagba hatolt fény minden esetben szóródik ebben az anyagban, és utána áthalad, vagy elnyelődik. Nekünk az elnyelődött fény a fontos, az elnyelődött fotonok energiája, vagy hővé alakulva felmelegíti az anyagot, és így működnek a nagy teljesítményű sebészi lézerek, vagy hosszabb gram negatív baktériumokkal mi a probléma? Nagyon vékony a sejtfaluk, és nagyon vékony peptidoglikán rétegük van, de ugyanakkor van egy vastag lipoprotein szaharid rétegük a peptidoglikán réteg felett, amire jellemző, hogy rendkívüli mértékben negatív töltése van, tehát negatív töltésű festékekkel nem is fogjuk, vagy anionos festékekkel nem is fogjuk tudni megfesteni ezeket a baktériumokat. Mindenképpen kationos, tehát pozitív töltésű festékekre lesz szükség. A gombák, esetünkben például a Candida albicans, ami ugye az orális kandidiázisokat okozza, az élesztő gombák családjába tartozik, szintén gram pozitívan festődnek a kitin tartalom miatt, ugyanis a kitin az szintén egy ilyen porózus réteg, és a vizes festékek rendkívül jól behatolnak a gombák sejtfalába. Továbbiakban miért fontos, hogy milyen baktériumokkal találkozunk bent a tasakban? Ugye a kezdeti stádiumban, amit látunk a dián, ez a prakérés folyamata, tehát először gram pozitív kokkuszelefélt életrepálcák jelennek meg. Ezek aerob baktériumok használják az oxigént, aminek a következménye az lesz, hogy elfogy az oxigén a mélyebb rétegekben, és lehetősége van megtelepedni az anaerob baktériumoknak is. Itt a mélyben már kevert flóra jön létre. Ha megjelenik az aggregáti bakter Actinomycetum comitans, ami az új neve az Actinobacillus Actinomycetum comitansnak, akkor már komoly fogágygyulladásokkal találkozunk, és ahogy érik tovább a plak, egyre inkább tolódik el a gram-negatív baktériumok irányába az egyensúly. Ha megjelenik például a fúzóbaktérium nukleátum, az már képes akár a dentint is feloldani, és még egy érdekesség, illetve figyelemfelkeltésnek, hogyha a fúzobaktérium nukleátum száma a plakban megemelkedik, és ugyanakkor a Streptococcus mitis száma meg jelentősen lecsökken, ez már egy tumor megelőző állapotra hívhatja föl a figyelmet. Ahogy megyünk egyre mélyebben, megjelenik a három grácia, a porfiromonász, a tanarella és a treponéma. Ha ezek a baktériumok megtalálhatók, akkor már egy nagyon-nagyon komoly fogátgyulladásra számolhatunk, ami akár antibiotikumnak is ellen fog állni. Miért? Azért, mert ezek a baktériumok egy biofilmet fognak kialakítani. A biofilmnek pedig a lényege az, hogy ezekben a baktériumok nagyon szorosan együttműködve, nagyon jól szerveződve, egy más hatású réteget